Tanácsal, a Szépírók Társaságának alelnökével, a Fölös Példány csoport, valamint az Őrlei Kör alapítójával beszélgetek, abból az alkalomból, hogy idén, május 15-én 30 éves lett az Őrlei Kör. Hogy ünnepeltetek, Balázs? A Petőfi Adalmi Múzeumban ünnepeltünk május 15-én, emlékezve erre 30 évvel ezelőtti napra, ami nagyon jelentős nap volt, nem csak az én, hanem többünknek az életében, hiszen az Őrlei Kör lehet mondani a háború utáni első alulról jövő kezdeményezés, hasonló esztétikaiat valló írók, költők, kritikusok, fordítóknak a társulása volt, olyan nevekkel, mint Mándi Iván, Ottlik Géza, Lengyel Balázs, Nemes Nagy Ágnes, Erdély Miklós, Baraskó Jenő, azoknak a neveit soroltam, akik sajnos már nem lehetnek közöttünk, mi még élünk, és emlékeztünk erre a napra. Ismerős ugye a történet, amikor egy hajóval cseleztétek ki a cenzúrát. Mesélni erről egy pár szót, hogy ez hogy történt, mit kell róla tudni? Igen, ugye a szocializmusban tulajdonképpen, ami az irodalmat illeti, semmit nem lehetett alapítani, létrehozni, nem lehetett folyóiratokat alapítani, kiadókat alapítani. Egyetlen egy kiskapu volt, a hajó bérléshez nem kellett engedély, csak pénz. Tehát össze kellett adnunk a hajó bérlésnek a árát, és akár 3-4 órát is lehetett hajózni a Dunán, és aztán, hogy a hajón ott mi történt, mi történik, ki mit olvas föl, ki miről beszél, ahhoz nem kellett engedély. Tehát így tudtuk valóban kicserezni a cenzúrát. 3-4 hajó ment a Dunán, ezek voltak az úgynevezett őrlei hajók, az egyiknek Vitahajó volt a neve, a másiknak Jövőhajó volt a neve, a harmadiknak Dunahajó volt a neve, és tulajdonképpen remekül éreztük magunkat, és bárki bármit mondhatott, olvashatott föl. És szerinted ma, most az életben mire lehet képes az irodalom? Mit lehet kihozni? Csak azt tudom mondani, amit én követek, vagy amit én próbálok létrehozni, megcsinálni, főleg a prózai munkáimban, hogy a valóságnak, az elsősorban a valóságnak a tisztelete, a valóságnak a szinte vallásos, állítatos tisztelete, amit én próbálok. Tehát semmi fikció, semmi kitaláció, hanem a valóság, az őszinteség az jellemzi az írásaimat.